Abból tudunk reménykedni, hogy most nem azt a Peter Wright-ot látjuk majd, mint akit múlt héten, mert akkor csalódnia kell nagyon-nagyon sok tévénézőnknek, mert hogy abban biztos vagyok, hogy elég sokan Peter Wright szurkolók. Ugye most az a helyzet, hogy gyakorlatilag itt volt ez a bizonyos Nordic Darts Masters, azt hiszem az volt az utolsó torna, amit meg tudott nyerni. Igen, a Nordic Darts Masters. Igen. Dániában utána még a Masters-en elődöntős volt, na utána jött azért egy elég csúnya lejtmenet, ugye itt a Premier League fordulókban rengetegszer előfordult, hogy az este folyamán meccset sem tudott nyerni. Players Championship fordulókon vagy nem indul, vagy ha elindult, akkor az sem volt jó, sőt, nem is indult Players Championship fordulón. Nem nagyon indult. Így ideje már, a második volt a legutóbb, amin részt vett, és igen, hát a European Touron is eddig összesen egy győzelme van. Most ott tartunk, hogy a legutóbbi öt mérkőzését kivétel nélkül elveszítette Peter Wright. Nyilván itt azért a Premier League meccsek dominálnak, de hát ez akkor is egy olyan dolog, amihez egyáltalán nem megyünk hozzászokva. Igen. Ugye a UK Open-en nyert még a 32 között Kellen Reed-szerrel egy 10-8-as mérkőzést, amit így nem említettél, de tényleg ezen kívül szinte mindent elveszít. Jó, persze tudjuk nagyon jól, hogy a feleségének az egészségi állapota nem teljesen tökéletes, és ez idegesíti, és inkább azzal foglalkozik. Úgyhogy megértjük azt, hogyha ő teszem azt, nem teszi magát teljesen oda egy mérkőzésen. Ettől függetlenül szeretnénk látni egy Peter Wright-ot, amiközben kezet fog a másikkal, a táblának háttal, mert megnyert egy mérkőzést. Ugye legutóbb, az múlt héten Ricardo Pietrecco ellen kapott ki 6-5-re, úgy, hogy 5-1-re vezetett. Igen. Azon a mérkőzésen. Igen. Mégis ki tudott kapni. Egymás ellen már háromszor játszottak. Ebből kétszer Peter Wright nyert. A legutolsó mérkőzésüket nyerte meg José Antonio Justicia Pérez, csak hogy igen, tisztában persze legyünk a teljes nyilván név. Azért a spanyol neveket nem tudunk elintézni kettővel. Most a Perá lesz a teljes végén. Na mindegy, szóval ez 2022-ben volt a 12. Player Championship forduló, a legjobb 32 között akkor nyert José Justicia 6-3-ra Peter Wright ellen. Egyébként a másik kettőt, amit játszottak, mind a kettő, és ráadásul az első mérkőzésük 2011-ben történt, tehát nagyon sűrűn nem találkoztak egymással. A másik kettőt az Peter Wright nyerte. Úgy néz ki, hogy a helyi rendező most arra állt rá, hogy az összes Peter Wright rajongót megtalálja. Szerintem azért egy meccsi időt ki lehetne tölteni azzal, hogyha mindenkit megtalálna itt az arénában. Igen, kellett volna rendezni egy Peter Wright hasonmás szépségversenyt, és akkor... Nincs kiszállón, 4 kör után Peter Wright. Ugyanezt a 100-ast hozza Justicia, ő viszont lehet, és ahhoz már érkezik egy tripla 20. Kettő jön, még is, egy, így az még biztosabb a helyzet. 180! Ez meg az igazi. Justicia az első a mérkőzésem. És nem dob triplát most Wright, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha esetleg nem oldaná meg Justicia ezt a 80-at Wright-nak, még akkor is a 130-at kellene leküzdenie. A dupla 10-re van 2 nyila most a spanyolnak, hogy hátsó pályán elhozza az első leget. Meg is teszi! 14 nyillal. Hosszú idő után tért vissza European Tourra a spanyol játékos. Tavaly májusban szerepelt utoljára a 6. fordulóban, ami a prágai volt. Akkor a hazaiak játékosát Navratilt legyőzte pénteken, és ebben a szakaszban, tehát a 16 közé jutásért rendezett mérkőzésen Johnny Claytont is kiejtette, és aztán José de Souza egy döntőleges meccsen állította meg a 8. döntőben. De hát annak már tényleg 11 hónapja majd, hogy nem. Októberben találkoztam vele, Gandiában volt a WDF Európa bajnokság, és ott a spanyol válogatottnak volt oszlopos tagja. 180! Hát ha így játszott ott is, akkor azért hát nagyon messzire nem jutott. De hát az akkor ezek szerint nem egy olyan torna volt számára. Százas csak a válasz Peter Wright-tal, úgyhogy majdnem egy százasnyi előnyben van Justicia. Jelen pillanatban 111-es átlagon van.
Egy triplát dob, úgyhogy így megérkezik kiszállóra. Wright csak 180-nal tudna odajönni, ez meg nem sikerül neki, úgyhogy Justiciának lesz 6 nyila elfogyasztani ezt a 170-et. Egy tripla megvan. Meg másik még egy, nem kell rámenni a burra, nem is megy, 18-al lekereki dupla 16-ra. Wright pedig most egy nagy kerekítővel helyezhetne nyomást Justiciára. 121-en 80 pont marad. Az egyest elintézte most, hogy utána már ne kelljen vele bajlódnia, ezt Justicia nem oldja meg, de megoldja. Ez most egy 13 nyilas a 14 nyilas után. Elnézést kér Justicia az éppen very right-ot jelen pillanatban. Hát 14 és 13 nyilas legekkel oldotta meg, hát miről beszélünk, ez eddig kiváló teljesítmény a spanyoltól. 180! Na, Wright is megérkezik a meccsbe. Aluljon a tripla szépen. Kettő is. 134. Justicia összekapta magát erre a mérkőzésre. Igen, eddig 111,33-as átlagon van, persze ugye már két leg után nagyon szépek a számok, de biztos, hogy változni fog. Nagyon mélyre ment az alsó tripla, 96 csak a dobás. Tegnap ilyen White-ot győzte le 6-4 arányban. 85,84-es átlaggal. 116 maradt. ...59 csak dobás. 116-ra 6 nyíl Peter Wright. Megoldhatja, hogy meg legyen az elsőleg a mérkőzésen neki egy is. Egy szimpla 19, úgy van, és a dupla 20. Aj, és 12 nyilas most Peter Wright-tal. Egyre jobb legek következnek, hogyha így haladunk, akkor... Jelentem, Peter Wright megérkezett a mérkőzésre. Innentől számítva a negyedik leg, azt várjuk meg nagyon, mert az lehet a 9 nyilas akkor. Szépen folytatjuk. Ennek a meccsnek a győztese egyébként Ellen Sutárral játszik majd holnap, úgyhogy egy skót 8-at döntő is összejöhet, hogyha Wright sikerrel veszi ezt a meccset. Rosszul mondtam egyébként, mert ha folytatódna a sor, mint akkor nem a negyedik, hanem a harmad, tehát az összességében a hatodik legnél kellene a 9 nyilasnak jönnie, íme itt van a sor, mint a, tehát ennek most egy 11 nyilas legnek kellene lennie, de ez már nem nagyon lesz. Nem nagyon. Hát még megoldhatja Justicia. Nem segít. Hát így nem. Így maximum 180-ig tudott volna lemenni. Ellenben ez nagyon szépen néz ki, ugye? Na hát ez is egy olyan dolog, amit valószínűleg nem lehet tartani. 180! És ezek kiszállón van Peter Wright, de 136-ot nem lehet megoldani két nyílból, úgyhogy ez már nem lesz 11 nyilas leg sajnos. Hát azért 12 nyilasra is el vagyunk. Elfogadjuk azt is. Egy fene, nagy duzzogva. Justicia nincs kiszállón, úgyhogy még három nyílból sem muszáj ezt megoldani a Wright-nak. De azért egy tripla nem ártana oda. Jött, maradt a 36. Szektorhibák egymás után. Végül is kiszállón van a spanyol. Hú, de kívül van. Az meg hú, de benne! 2-2! Továbbra sincs 14 nyilasnál rosszabb leg eddig a mérkőzésen. Az jó hír.
Igen. Most már Peter Wright van 100 fölötti átlagon. 103,41. Justiciájé pedig 97,65. Ó, bocsánat, 101,55 55 a végére, a legvégére. Kicsit lassan frissült az adott bázis. Nem most sikerül ezt egy kicsit lerontani. Szóval a triplamentes körrel. 96. Oh, 140. Egyébként, hogyha itt a papírforma érvényesül mindenhol, akkor már a negyed döntőben összejöhet egy Peter Wright, Michael van Gerwen mérkőzés. De ezért is szeretjük, ezt ki is szoktuk hangsúlyozni a European Tour versenyeken, a Pro Tour ranglistát, mert hogy itt azért mások az erőviszonyok, és ezen a tornán például Peter Wright csak a 8. kiemelt. Ezért is jöhet majd össze az első, a 8. kiemeltel a negyed döntőben. Clayton például csak a 13. Ez nem az aktuális ranglista alapján van. Nem bizony, ez a február 15-i állás szerinti kiemelési sorrend. És hogyha emlékezetem nem csal, akkor még a következő állomáson is, a Münchenin is ez a február 15-i sorrend, ez a mérvadó. Utána jönne majd a március 15-i állás lesz. Valószínűleg egy kicsit igen. Ugye mondjuk az annyiban módosulhat egy picit, hogyha mégis a mostanitől egy kicsit el akarunk délni, ez akkor Humphries, hogyha vállalja már azon a játékot, akkor ő ugye visszatér, tehát akkor Wright így a 9. kiemelt lesz csak jövő héten. Ez ugye Humphrieson múlik meg azon, hogyha valaki még idő előtt visszamondja az előtte lévők közül a szereplésnek. 96-ra jön a tripla 19 is. És akkor a dupla 18 a végén. A tripla egy után szépen korrigált. Tripla 18 kell. Jött, meg is érkezik. Ó, 25 lett. Ez az elsőleg, ami 5 kör alatt nincs meg. Jó, sem meg akartam nézni, de még nincsen kész az oldal. Egy viszont egyből megvan, 3-2-re vezet Peter Wright. Igen, most egy kicsit el vannak ezzel még maradva. Hát továbbra sem hibáznak sokat azért a kiszállókon Peter Wright-nak. Két elhibázott nyila van a duplára, Justiciának egy. Na hát egyébként abban nincs változás az eddigi ötlegben, hogy aki először dobhatott duplára, az be is húzta a leget végül. Az megoldotta. Nagyon jó az a tripla. Második fölötte van. 140. 261-ig tud lemenni így Peter Wright. Egyébként, ha már Pro Tour ranglista, ugye annak köszönhetően, hogy nem indul a Players Championship versenyeken, és hát ugye például a legutóbb European Tour fordulón sem sikerült növelni a ranglista pontjainak a számát. Az élő ranglistán a Pro Tour esetében a 13. helyen van csak Peter Wright, tehát még lejjebb van annál, mint ami erre a tornára a kiemelése. Igen, és így folytatja, ki is csúszhat, és kénytelen lesz kvalifikációs versenyre menni, ha el akar jönni egy European Tourra. Mint ahogy ugye James Wade-nek is kénytelen, mert még mindig a 22. vagy a 23. helyen van, jól emlékszem. Most 25 már jelen pillanatban, igen, mert itt ugye folyamatosan változnak az eredmények. Hát annyi szerencséje van azért Wright-nak, hogy itt most a mögötte lévő játékosok közül összesen 5 vannak olyanok, akik tudnak annyi pontot szerezni, egy esetleges torna győzelemmel akár, hogy megelőzzék őt ezután, a hétvége után. Ó,
Nagyon jó, Bull a végére. Benne meg is van! Meg nagyon is szép. Van, nagyon szépen korrigálta azt az ötös szektorhibát, és már 4-2-re vezet. Itt van a kedves felesége is, mondjuk ez a hajszínből akár ki is lehetett volna következtetni, bár mondjuk a kígyó most nincsen, de hát ennek nincs is jelentősége. Igen, itt ritkábban, tehát itt teljes festést nem csinálnak European Touron. Az kiemelt tornának jár a teljes festés. Triplamentes kör. De valamikor még a haját se festi be, amikor European Touron van. Mennyivel kevésbé extravagáns olyankor. Igen. 140. Sőt, volt olyan, hogy belenéztem a Players Championship fordulóba, még fő se volt állítva a haja, csak úgy volt. És elsőtől ez a ki az? Ja, ez a Peter Wright. Egészen hétköznapi volt, igen. A most versenyben lévő játékosok közül egyébként José Justicia a második legrosszabb a Pro Tour ranglista alapján. Csak Nico Springer van mögötte, még versenyben lévőek közül. Ugye, Nico Springernek nincs is túrkárgya, úgyhogy igen, ez egy kicsit nehezebb. Igen, hát ugye Hostation Qualifier Nico Springer. Hatvan pont. Mondjuk ráér, mert José Justicia igen magasan szárnyal jelen pillanatban. Hát amilyen jól kezdte ezt a mérkőzést, onnantól kezdve azért szépen sikerült visszaesnie. Nyilván Wright feljavult, tehát azt is hozzá kell tenni. Nagyon jó, 18, úgy van, és dupla 16. Benne az is van, jó. 5-2, de szépen összeszedte magát Peter Wright. És most jön az a leg, illetve mostantól jön az a leg, amit meglátjuk, hogy a Wright itt is működik, vagy nem működik. Igen, múlt héten 5-1-ről kapott ki, most 5-2-re vezet jelen pillanatban. Egyetlen egy olyan leg a mérkőzésre, amit nem sikerült 5 kör alatt megoldani. Az ötödik letben 16 nyíl, egyel túllőtt a célom Peter Wright, de egyébként ez egy nagyon-nagyon stabil teljesítmény. És egyébként Justicia is még bőven 90 pluszos átlagon van, itt láthatjuk 93-on, Peter Wright pedig egy 100-ason, úgyhogy ha ez így maradna, akkor Wright lehetne a hétvége folyamán a harmadik játékos, akinek meg lenne a 100 pluszos átlaga. És 200 pluszos kiszállóval segített ezen. Eddig jó. Száznyolcvan! Hát ez most nagyon kellett Justiciának. Hát a Wright dob két triplát, ő már kiszállón lehet három kör után, már egy, pedig már egyet van. Dob. Második alatta. 100 pont! Kilencvennégyel 112 a maradék a spanyolnál. Nagyon jó, 98. Na 98-nál hova dobunk mi? Nagyon jó, maradt a 44. 112, ugyanoda kell dobni Justiciának is. Ó, 3 lett! 109, nem kiszálló, két nyillal, kérem. Rá lehet dobni a 44-re, hogy megnyerje Peter Wright végre a mérkőzését. Nagyon szép kerekítés, 32-re. Mentette a menthető, de hát lehet, hogy ennek már nincs jelentősége, mert két meccs nyila lehet Wrightnak, hogyha nem dob szektorhibát, már pedig dupla nem 16. Dob. Oha.
Ó, nincs benne. Most először rontott egymás után két nyílat a duplára, hogyha az emlékezetem nem csal. Igen, ideig másikra megvolt. Szépíthet Justicia. Meg is van, 5-3. Ez is egy 16 nyilas leg, tehát a polc esélyben a legrosszabb a mérkőzésen. Na de most Peter Wright kezd, a saját kezdését kell hoznia, az valamivel egyszerűbb, mint hátsó pályáról behúzni egy leget, de hát 60 pont. Justicia segít, utána szépen korrigál, és 81 pont. Ott van az valahol, a kettő között. Úgy bizony, 100 pont. Ez már jó helyen van. Itt vannak a kiszázások. Justicia még mindig csak egy nyilat hibázott a duplára. Jó, 85. Hihetetlen. 58. Ez is 58. Most azért. De kimérten komótosan sétálgatnak lefelé mind a ketten. Egyes, igazi tripla, de akkor is egyes. 43! Jaj. Na melyikük lesz az, aki hamarabb túl tudja tenni magát ezeken a triplamentes körökön? Ó, ez is egy szektorhiba. 30! Kettő is. Ajajajajajaj. Peter Wright nem tudja megdobni, José Justicia pedig nem tudja elhinni. 95. De legalább már kiszállom. Igen. A nagy nehezen öt kör után. Hát ez messze a legrosszabb leg a mérkőzésen. Megint egy ötös. Alul szépen jön a tripla. 119. Jó a tripla 15. Az is nagyon jó. Dupla 20. És benne van! Jelentem, Peter Wright legyőzte saját magát, és megnyerte 6-3-ra ezt a mérkőzést José Justicia ellen. Három darab 100 pluszos kiszállóval, és itt az utolsó leget leszámítva azért egy nagyon masszív, magabiztos játékkal. Ez már kellett Peter Wrightnak, és lehet, hogy ez átszakít egy gátat, és akkor holnap lehet egy még jobb napja ennél. Egy skót házi döntő. Jó kis rangadó. Igen. Így van, ez lesz a nyolcad döntőben, hiszen majd Ellen Sutárral játszik majd. Kedves nézőink, meg volt a harmadik győztesünk is a mai este folyamán, de hát még sehol nem vagyunk a végéhez. Michael van Gerwen következik majd, ő a következő játékosunk, az ellenfele pedig nem más lesz, mint Matt Campbell. Tartsanak velünk továbbra is!